Jó estét kívánok, ez a 35 perc évvégi összefoglalója. Ma az év legérdekesebb beszélgetéseiből válogatunk. A következő fél órában szó esik arról, hogy hogyan vészelt át a járványt a Nyíregyházi Állatpark, és mennyien jelentkeztek idén a Nyíregyházi Egyetem képzéseire. Elsőként azonban egy kuriózum. Idén nyáron emlékeztünk arra, hogy 50 évvel ezelőtt végzett az első pilóta évfolyam Nyíregyházán. Ennek kapcsán láttuk vendégül az egykori pilóta diákot, Pokaracki Andrást. Ötven éve végzett az első évfolyam a nyíregyházi pilóta képzésben. A jubileum alkalmából vendégünk az első évfolyam egyik diákja, a nyíregyházi repülés történet meghatározó alakja, Pokoracki András. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen! Köszönjük, hogy itt van nálunk. Akkor a legelső kérdés, szerintem induljunk az alfától, hogy miért választotta annó ezt a szakmát? Miért szeretett volna pilóta lenni? Azt hiszem, nagyon sok gyerek szeretett volna repülni, attól kezdve, hogy látott madarat repülni és repülőgépet. Ezzel én is így voltam, és 4 éves koromban kerültem ki először a repülőtérre. Attól kezdve minden vágyam az volt, hogy levegőbe kerülhessek egyszer én is. Így aztán az egykori Kossuth-szal középiskola diákjaként sportrepülő lettem, sportrepülésben jutottam el odáig, hogy előfelvétellel felvettek a híradásműszeripari főiskolára. Ennek okán először egy év katonaságot kellett magam mögött tudnom, és ez alatt az idő alatt értesültem róla, hogy szinte hihetetlen módon polgári pilóta képzés indul Magyarországon, mégpedig Nyíregyházán, a mezőgazdasági felsőfokú technikumban. Tehát ön akkor Nyíregyházán is élt? Én Nagycserkeszen éltem, Nagycserkeszinek mondom magam, Nyíregyházán születtem, és az életem Nyíregyházához köt. És végtelen szerencsével sikerült minden szükséges vizsgán túljutnom, és felvettek az első évfolyamban. Többen is voltak, akik jelentkeztek, ha jól tudom, az ön barátai, társai közül. Hát, talán onda térnék vissza, hogy mintegy 126 jelentkezőt küldtek az egykori repülőklubok arra a felhívásra, hogy leendő pilóta jelölteket keresnek a Nyíregyházán induló pilóta képzésre. A 126-ból 76-an végül is felvételi vizsgára is jelentkezhettek, majd az orvosi vizsgálatok és más egyéb vizsgák szokásos felvételi vizsga után 27-en maradtunk ebből, innét Nyíregyházáról 5-en indultunk, és mire az első fél év elismerésére sor került, már csak 25-en maradtunk, én pedig egyedüliként Szabolcs megyeiként, nyíregyháziként. Miért pont Nyíregyháza? Miért pont Nyíregyházán indult el az első pilótaképzés? Erre hosszadalmas választ is adhatnék. Igyekszem a lényegét kiemelni. Amikor döntenie kellett az egykori földművelési tárcának arról, hogy hogyan szerezzen pilótákat a mezőgazdasági repülés számára, akkor megvizsgálva az összes feltételt, Nyíregyháza látszott a legalkalmasabbnak, mert hogy itt alkalmas repülőtér volt, és az akkor felsőfokú technikumként működő iskolának megvolt a gépész, kertész szaka egyaránt, és ami nagyon fontos volt a kiválasztásnál, rendkívül magas szinten folyt a növényvédelem oktatása, és minket majdani növényvédőpilótákként szerettek volna látni végzés után. Tehát akkor először igazából a mezőgazdaság volt a kiinduló pont, mondhatjuk, és akkor a későbbiekben pedig mégis, hát ha nem teljesen elkanyarodott, de azért valamilyen szinten elkanyarodott ez a történet. Egyértelmű, hogy a mezőgazdaság számára indították a képzést. Ennek az volt az egyszerű oka, hogy a mezőgazdaság rendkívül intenzív fejlődésnek indult a 60-es évek közepén, viszont a növényvédelem nem volt megoldott, és
megyénk egyik igen jeles szülötte, dr. Nagy Bálint úgy ítélte meg, hogy ezt légi növényvédelemmel lehet megoldani, és a rá jellemző agilitással és nem kis hozzáértéssel meggyőzte annak idején a döntéshozókat, hogy ha már sem a honvédség, sem a sportrepülés nem vállalja a mezőgazdasági pilótaképzést, akkor vállalja fel ezt a földművelési tárca. Innét nem nagy varga betűvel már a harmadik év végeztével, ahogy mi kikerültünk a főiskoláról, akkor felsőfokú technikumból, a Malév már is átédesgetett a mezőgazdasági repülésből a kollégáim közül szép lépcsőzetesen hétfőt. Aztán a többi az már történelem, hogy hogy alakult idők folyamán az, hogy a mezőgazdaság számára egyre kevesebb pilóta kellett, és az egykor óckodó honvédség is felismerte, hogy a Nyíregyházán képzett pilóták még az ő számukra is hasznosak lehetnek. A közforgalmi repülés, a Malév az egyértelműen igényt tartott erre, mentőrepülés, és így következett be az, hogy 1983-85-től kezdve a képzésben folyamatosan át kellett állni a közforgalmú pilóta képzésre. Ennek megfelelően alakítottuk annak idején a repülőtéri struktúrát, a felszereltséget, a gépparkot. Úgy fogalmazott, hogy alakítottuk, akkor ennek már ön is részese volt? Igen, ez nem szándékos nyelvbotlás, mert hogy miután Tokaj-hegy alján ottani első helikopterpilótaként vélhetően sikeresen dolgoztam, és nagy örömömre megelégedéssel, a nyugdíjba vonuló iskola főpilóta helyére jelöltek, és így 1978 novemberétől kezdve vezetőévé válhattam annak a repülőtérnek, amelyen én a repüléssel megismerkedtem, és a kiképzés felügyelőévé, irányító főpilóta helyettesévé annak a repülőgépvezetőképzésnek, melynek a mai napig büszke első hallgatója voltam. Jó lenne még beszélgetni, de csak hát sajnálatos módon az időnk az véges, még egyetlen egy kérdés, ön hogy látja, ha már természetesen a múltról beszélünk, a jövőről is kell egy kicsikét beszélni, hogy látja a nyíregyházi pilótaképzés jövőjét? Szerencsésen alakultak az elmúlt évtizedek a 90-es évek elejének botladozását követően. A nevén kell neveznem a Tréner Kft-t és annak munkatársait, egykori kollégáimat, hogy olyan heroikus munkát vállaltak magukra, hogy megőrizzék a repülőgépvezetőképzés, a nyíregyházi repülőgépvezetőképzés folytonosságát, aminek eredményeképpen ma már a világnak nincs olyan pontja, ahol ne Nyíregyházán végzett repülőgépvezetők is repülnének, és megbecsültséget szereztek olyannyira, hogy a képzés jelenleg egyre bővül. Azt, hogy a közforgalmú repülés sorsa hogyan alakul, magamfajta repülésben érdekelt emberek úgy látjuk, hogy optimistának kell lenni, mert az ember repülni szeret és repülni fog. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm én is a lehetőséget. Csütörtökön volt a ponthúzás, péntekre kiderült, rendkívül népszerű volt a Nyíregyházi Egyetem a leendő hallgatók körében. Vajon miért? Erről is kérdezem Vasné professzor dr. Figula Erikát, a Nyíregyházi Egyetem rektorát. Köszönjük szépen, hogy itt van. Köszöntöm a nézőket. Hogyan értékeli ezt a 25%-os emelkedést az előző évhez képest? Hát először is nagyon boldogok vagyunk, és nagyon örülünk. Úgy gondoljuk, hogy
az online időszak, a digitális oktatás minket is rákényszerített arra, hogy a beiskolázásunkat is online módon végezzük. Egy sor újszerű technikát használva kezdtük el a toborozási tevékenységet. Én úgy gondolom, hogy ez is közrejátszott, illetve az, hogy egyre népszerűbbek vagyunk, valószínűleg azért ez szájhagyomány útján is terjed a diákok között. Jól érzik itt magukat. El szoktam mindig mondani, hogy itt személyre szóló kapcsolatot alakítunk ki a mester és a tanítvány között, és nálunk nem egy Neptunkóda hallgató, hanem foglalkozunk vele, segítjük a tanulmányaimban, tehát hogy sikeres legyen a végzés, és diplomával a kezükbe távozzanak a hallgatók. Említette, hogy a pandémia rákényszerítette önöket új eszközök használatára, hogy elérjék a hallgatókat. Tehát akkor most így a konklúziót levonván mondhatjuk, hogy önöknek effektíve, most rossz ezt így mondani, de jól is jött a pandémia e tekintetben? Tehát egy kicsit átalakította a kommunikációjukat? Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen, hiszen eddig is használtuk a közösségi média eszközeit, de most egy kicsit szélesebb körben is mondhatom azt, hogy egy kicsit tudatosabban, és erre fókuszálva kezdtük el a beiskolázási kampányunkat, hiszen nem tudtunk kimenni a középiskolákba. Tehát ezt mi mindenképpen a jövőben is meg kívánjuk tartani, illetve erre szeretnénk a jövő évi kampányt is majd építeni. Tehát azért összességében elmondható, hogy az intézmények akkor jobban kialakítják, most már rákényszerülnek arra, hogy jobban kialakítsák efféle kommunikációt. De hát azt is említette, hogy nem csak ennek köszönhető, új szakok is indultak azért, ha jól tudom. Igen, yeah. Hát azért azok a Nyíregyházi Egyetem igen népszerűségét azért jelzi az, hogy mi az elmúlt 4 évben 25 új szakot indítottunk. Tehát ez számszerűen is nagyon sok, de az idén is vannak új szakjaink, például a gyógy- és fűszernövény felsőoktatási szakképzés, amit mivel most akkreditáltak, így állami finanszírozott formában a pótfelvételi eljárásban lehet rá jelentkezni, illetve szakirányú továbbképzéseink közül a repülési specialista és a repülési szakmérnök is új szak, illetve a mérnök informatikus alapszakunkat is most indítjuk először. Az új szakoknak is köszönhető, hogy többen jelentkeztek? Vagy inkább az amúgy is népszerű szakokra jelentkeztek ugyancsak sokan? Hát én azt gondolom, hogy mivel az új szakok közül egyet most fogunk hirdetni, a szakirányú továbbképzés szint úgy most fogjuk hirdetni, valószínűleg a népszerű szakok azok, ahol még jobban emelkedett igen a létszám, ilyen többnyire az alapszakjaink, tehát például a gazdálkodás, menedzsment, az óvodapedagógusra nagyon sokan jelentkeznek, a program tervező informatikusra, a mezőgazdasági mérnök, és talán soha nem jelentkeztek ennyien a pilóta képzésünkre, tehát az alapszakra, de tanárszakjaink közül is vannak, amik népszerűbbek, ilyen például a történelem és állampolgári ismeretek tanára, az angol nyelvtanár, testnevelés tanára és a vizuális kultúra tanár szakjainkra jelentkeztek, de nagyon nagy az érdeklődés a tanítóra, a csecsemő és kisgyermekgondozóra, tehát azokra a bevált szakokra, ahol eddig is volt hallgató, most egy picivel többen jelentkeztek. Ha jól tudom, 869-en fogják megkezdeni az első évüket. Egyébként mennyi lenne a kapacitás? Ez a 869, ez az általános felvételi eljárásba, tehát ugye azt ki kell hangsúlyozni, hogy még most jön a pótfelvételi eljárás, és még a szakirányú továbbképzési szakokra is most lehet majd jelentkezni. Tehát alapvetően úgy gondolom, hogy egy olyan 1100-1200 első évesre számítunk,
Hogy mennyi a kapacitás, ez ugye egy nagyon gyönyörű épületkomplexumunk van, tehát azért be tudnánk fogadni 5-6 ezer hallgatót is összességében. Mert most? Most egy olyan 3500 és 4000 között, természetesen ez mindig változik attól függően, hogy hallgatók passziváltatják magukat egy-egy fél évre, tehát ez a létszám változik, de ugye a passzivált hallgatókkal együtt olyan 3900-4000 hallgatónk szokott lenni. Beszéljünk egy kicsikét a szakirányú továbbképzésről, illetve a pótfelvételéről azok, akik nem nyertek felvételt, vagy még úgy gondolják, ugye, még ők is ide tartozhatnak, akik úgy gondolják, hogy megpróbálkoznának a felsőoktatásban? Igen, tehát ide a pótfelvételére azok jelentkezhetnek, aki sehova nem nyert felvételt, illetve még nem jelentkezett. Tehát ez nagyon fontos, hogy ha valahova felvették, akkor nem lehet jelentkezni. És még az is egy nagyon fontos információ, hogy egy szakra lehet jelentkezni, egy felsőoktatási intézménybe. Természetesen egy szaknak minősül az állami finanszírozott, illetve a költségtérítéses forma. Ez azért egy kicsit korlát, de ugyanakkor egy nagyon pozitív hírről kell beszámolnom, hogy korábbi években a pótfelvételi eljárásban mindig csak önköltséges formában lehetett jelentkezni. Az idén is, ahogy tavaly a pandémiára tekintettel, állami finanszírozású helyekre is lehet bizonyos alapszakoknál, és az osztatlan tanárképzésbe lehet jelentkezni. Úgyhogy biztatom azokat a diákokat, akik még keresik az útjukat, hogy az osztatlan tanárszakra van bőven kapacitásunk, tehát nyugodtan jelentkezhetnek, hiszen azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó irány, hiszen tudja mindenki, hogy pedagógus hiány van, tehát az elhelyezkedés végzés után teljesen 100%-osnak mondható. Mire számítanak szeptembertől? Hát egy pandémiás helyzet után vagyunk, nem tudjuk, hogy mennyire vagyunk előtte. Hogyan készültek fel egyáltalán? Fel lehet erre készülni, hogy igazából nem lehet tudni azt, hogy mit hoz a holnap? Én úgy gondolom, hogy túl vagyunk az első sokkon, amikor tavaly márciusban jött a vírus, és hirtelen egyik napról a másikra kellett átállni a távolléti oktatásra. Most már teljes mértékig fel vagyunk készülve, de azért mi mindenképpen jelenléti oktatással szeretnénk kezdeni, és úgy szeretnénk indítani az évet, hogy személyesen, személyes jelenléttel, de amennyiben a vírushelyzet úgy kívánja, hogy át kell állnunk, akkor mi egy pillanat alatt át tudunk állni. Egy pandémia és az online oktatás tapasztalatait felhasználva egy újszerű dolgot szeretnénk elindítani, például a szakirányú továbbképzésbe, hogy eleve hibrid formában hirdetjük. Ugye a szakirányú továbbképzésre diplomás emberek, dolgozó, családos emberek szoktak jelentkezni, és szeretnénk az ő tanulmányaikat megkönnyíteni úgy, hogy az elméleti órák azok online lesznek, és a szemináriumok, gyakorlati órák lesznek konzultációs rendben jelenléti oktatásban. Tehát így bízunk benne, hogy megkönnyítjük a tanulásnak a lehetőségét, illetve több hallgatót fogunk ezáltal bevonzani. Tehát akkor egyfajta hibrid oktatásra abszolút készen álltak, mondhatnánk azt igen, is, hogy... Igen, akár. Rendben. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Köszönöm. Új vezetőséget választottak a Magyar Állatkertek Szövetségében. A szervezet elnöke Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója lett. Az új elnök a vendégem. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy itt van nálunk. Szerbusztok. Először is gratulálunk. Köszönöm szépen. Mint új elnök, hát gondolom akkor új tervek is kellenek, ugye? És ha jól tudom, még új elnökség is van, tehát teljesen új csapat, tehát nem csak az elnök új. Kérlek szépen, azt mondták a Csárdás királynő című operetben, hogy új műsorhoz új férfi kell. Nem egészen így van. Ez úgy alakult, hogy nagy kihívások előtt áll az állatkerti szakma, egész Európában egyébként, és ezt fejelte még meg a pandémia is. Nem egyszerű ma már, de nagyon fontos a korszerű állattartási módszerekhez alkalmazkodni, de ezt nem tudja minden állatkert, de elengedhetetlen. Nagyon-nagyon előtérbe kerültek az állatjóléti szempontok.
tehát ma már nem egy állatkert, egyébként már régen nem, csak arról szól, hogy de valamikor így kezdődött évszázadokkal ezelőtt, hogy hát ilyen célú mutogatása az állatoknak minél kisebb ketrecbe. Ma már azért ott tart, hogy az állatkertnek számos más funkciója van. Tetszik, nem tetszik, ez a 8 milliárd ember nem nagyon tud a természetben együtt élni a többi élőlénnyel. Az az igazság, néha még egymással sem. És hát bizonyos élőhelyeket elhódítanak az állatok elől, és bár az lenne a normális, ha minden állat a saját élőhelyén élhetne, de azért mégis nagy számba pusztulnak ki fajok. Egyébként nagy szerencse, hogy fedezünk is fel új fajokat, de nagyon sok faj eltűnik a földről, és az állatkerteknek, a jó állatkerteknek, a megfelelő szakmai színvonalú nagy állatkerteknek többek között az is a feladat, hogy ezeket a fajokat az utókor számára megőrizze, fenntartsa, stb. Stb. Mondok egy példát, nemrég mi is telepítettünk vissza Bulgáriába, a nálunk született európai bölény állományból egy kis borjut. Tehát ezért az nagy dolog, hogyha az állatkert tud visszaadni a természetbe, ha van hova visszaadni, mert arra is volt példa, hogy állatkertből telepítettek vissza Kenyába rinocéroszokat, és egy héten belül főbelőtték őket az orvadászok. Tehát azért most akkor lehet elgondolkodni azon, hogy hol jobb az állatnak. Nos, ilyen kihívásokkal néz szembe az európai állatkerti szakma, új jogszabályok születnek, új szemlélet kell az állatkertekbe, és hát Magyarországnak ezt követnie kell, és most ez úgy alakult, hogy váltás során engem bíztak meg a kollégák, hogy mint a legöregebb állatkert igazgató, hogy legyek én az elnök. Én két fiatal szakembert választottam magam mellé, és egy megpróbálunk megfelelni ezeknek az új feltételeknek. No, és akkor milyen koncepció mentén? Hát először is most a legnagyobb probléma, amivel mindenki szembesült a turizmusban, hogy ha eltűnik a vendég, akkor nagyon sok iparág közül a turizmus az egyik legérzékenyebb erre, és ezt követik sorra a dolgok. Viszont az állatkertben, ha eltűnik a vendég, nem olyan egyszerű költséget csökkenteni, tudnék, az állat az ott marad. Igen, tehát ez olyan, mintha nem tud leállni egy repülőgéptársaság, hanem üresen repteti a repülőgépeket, a költségek megvannak. Tehát bevétel az állatkertekben nem jön, de a költségek azok ott voltak, illetve ha még kell, nagyobbak is. És a magyar állatkerti szakmának először is teljesen meg kell újulni. Vannak olyan állatkertek, amikre nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy minél korszerűbbek legyenek. Elmaradt a fejlesztésük, vagy nem megfelelően, főleg a kisebb állatkertek nem megfelelően lettek fejlesztve. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezek nagyon hamar megtörténjenek. Én úgy gondolom, néhány állatkertnek lehet tematikus állatkerté válnia, viszont a tematika szerint magas színvonalú állattartást kell nyújtania. Van a budapesti, a nyíregyházi, Veszprém, a három legnagyobb állatkert, és még Szeged és Győr, talán amik klasszikus állatkertek teljes fajlistát felvonultatnak, és több város állatkertjében pedig meg kell találni azt a legjobb módot, és ebbe megpróbálunk segítséget adni az önkormányzatoknak, ahol könnyen fel lehet tartani az állatkertet, de mégis minőségi fejlesztést lehet végrehajtani. Hát most ez jön. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy te elnökként rálátsz gyakorlatilag az ország összes állatkertjére, és lehet egyfajta ilyen feladatmegosztást kialakítani, hogy ne is legyenek konkurenciái egymásnak az állatkerteknek, kiegészít. Igen, így van. Tehát nekem az a mániám, hogy aki állatkertbe járó ember, szeret állatkertbe menni, az menjen el minden állatkertbe, vagy minél több állatkertbe, mint ahogy a színházba járó ember, ha megteheti, minden előadást megnéz, nem csak egy bizonyos
társulat előadását, hanem több társulat előadását is, ha elhozzák a városába, ugye az állatkertet nem lehet mindig elhozni más városból, de el lehet oda menni. Tehát azt szeretnénk, persze nem konkurenciái legyenek egymásnak az állatkertek, kiegészítsék az élményt, és minél több állatkert látogató legyen. Beszéljünk még mindig azért a pandémiáról, ugye említetted, hogy hát jelentős vendéglátószám csökkenés, bevétel kiesés, viszont aki most elmegy az a nyíregyházi állatkertbe, akkor azt tapasztalhatja, hogy hatalmas a tömeg. És tavaly is ugyanez volt. Mennyire lehetett ezeket a bevételeket pótolni hát ezen szezon által? Hát figyelj, nem egyszerű a helyzet, tehát a 19-es, az utolsó béke évben, ha lehet így mondani, akkor azért volt több mint 600 ezer látogatónk. Én nagyon büszke voltam arra, és nagyon boldog voltam, hogy olyan körülmények között, amilyen körülmények között tavaly ért minket a pandémia, tudtunk 400 ezer látogatót bevonzani. Nagyon örülnék, hogyha idén is ez sikerül, de bár kicsit szkeptikus vagyok, mert ugyan 10 napja hihetetlen mennyiségű vendégünk van, ez tény, na de ez nagyon későn indult. Tehát az az igazság, hogy én meg is döbbentem azon, hogy mennyire zavarta az embereket, hogy oltási kártyával, védettségigazolvánnyal kellett bejönni, mert én úgy gondoltam, hogy szinte természetes, hogy mindenki beoltatja magát. Egyrészt nem csak magára, hanem másokra is vigyáz ezáltal, de ezt tudomásul kellett venni, hogy nem így van. Most mióta nincs védettségi kártya, valóban megindult a tömeg, hogy aztán ez meddig fog tartani, nem tudjuk, de azt nem tudjuk behozni, ami tavasszal nem jött be. Tehát azért ne felejtsük el, 6 hónapig most zárva voltak az állatkertek, tehát nem könnyű, oda kell figyelni, de hát most egyelőre ott tartunk, hogy most tudunk egy kicsit spórolni és termelni bevételt, reméljük sokáig. Tehát hogy akkor ez is egyfajta módszer vagy arra, hogy annak a kihívásnak megfelelni, ha be kell zárni. Hát igen, most már azért mindenki az okosabb, és hát most azért úgy tartalékol, hogy hát jusson, hogyha én nem gondolom, nem remélem, hogy vagy remélem, hogy nem lesz bezárás, de hát bármi történhet. És azért igyekeztek bekerülni a hírekbe, majd, hogy nem minden nap. Az egy dolog, hogy mindig születik egy kis állat, de hogy azért fejlesztések vannak évről évre. Nagyon fontos fejlesztések vannak, azért idén átadtuk az India házat, ami egy korszakos jelentőségű beruházás, ma Európában a legmodernebb orszarvú bemutató, az indiai orszarvú állományunk lakik ott többek között, de van egy gyönyörű szép vízparti medence, ahol az indiai óceán élővilágából mutatunk be egy szeletet, és hát épül a jégkorszak, ami párjátlikó beruházás lesz, és reméljük, hogy 2 éven belül átadjuk. 2 éven belül. Akkor ezek a tervek, viszont a családokra is odafigyeltetek. Hát igen, mert egy picit később, mert tavasszal szerettük volna, de azért a nyári szezonra átadtuk az Afrika játszóteret, aminek nagyon nagy sikere van, és annak tövében van egy úgynevezett babaház, amire nagyon büszkék vagyunk, mert ez egyedüli a mai állatkerti történelemben. Egy olyan mosdó és WC, ahol a kismamáknak szoptatószobát rendeztünk be, illetve külön van baba pelenkázó, ez egyébként több helyen is volt a parkban, de az oktatós szoba nem, és hát úgy gondoljuk, hogy egy nagyon korszerű, látványos mosdó fogadja a vendégeket. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, eddig tartott műsorunk, legközelebb szerdán találkozunk, amikor folytatjuk évvégi összefoglalónkat, számítunk önökre akkor is. Viszontlátásra!